Régóta tudjuk, hogy a legnagyobb világsztárok is tudnak bunkók lenni, azonban mégis joggal lepődünk meg, amikor azzal kell szembesülnünk, hogy a képernyőn mézes-mázas karakterek a való életben milyen vállalhatatlan magatartásra képesek. Ebben a videónkban olyan hírességeket válogattunk össze számotokra, akik bunkó, törtető, lekezelő vagy éppen agresszív viselkedésükkel hívták fel magukra a figyelmet. James Corden. Nem bízok senkiben, aki velem kedves, de bunkó a pincérrel, hiszen velem is ugyanígy viselkedne, ha én lennék abban a pozícióban, vélekedett egykoron a bölcs Muhammad Ali. Ez az idézet úgy tűnik James Cordenhez nem jutott el. A hírességet ugyanis kitiltották egy híres New York-i étteremből, mert több alkalommal is elfogadhatatlanul viselkedett az alkalmazottakkal. There were stories about me being banned. A Baltazár nevű vendéglátóhely tulajdonosa az elmúlt 25 év legbántalmazóbb ügyfelének nevezte a műsorvezetőt, aki állítólag azt követelte, hogy abban a másodpercben kapjon egy italt, illetve hogy koktélját kompenzálják, amiért egy hajszálat talált az ételében. A hajszálas sztori még megbocsátható lenne, de ezzel még nincs vége, ugyanis egy másik alkalommal Corden a villás reggelie közben panaszkodott a pincérnek, hogy egy kis tojásfehérje volt a tojássárgás omlettjében. Az ételt újra elkészítették, azonban ezúttal a köret ügyében hibáztak, saláta helyett sült krumplival tálalták. Corden számára ez volt az utolsó csepp a pohárban, és üvöltve oktatta ki a felszolgálót. The owner of the restaurant had heard what happened, and he Instagrammed that I was banned. Ahogy az ilyenkor történni szokott, a sztori felszínre hozott egy rakás másik ügyet is. Műsora egyik szegmensében rengeteg nézőt vérig sértett, amikor az ázsiai ételeket nem egyszer gusztustalannak titulálta, másik alkalommal pedig egy díjátadón szólalkozott össze Sir Patrick Stewart-tal. But when you come up and present an award, just f***ing get on with it. Ezra Miller. A színész tehetsége ellenére sem mondható jó arcnak, sőt, kimondottan veszélyes a közvetlen környezetében tartózkodni. Aki követi a botrányokról híres sztárügyeit, az tudhatja, hogy az elmúlt évek során Miller nem csak a saját fejére hozott hatalmas bajt, hanem olyan produkciókat is veszélybe sodort, mint a DC Flash filmje, vagy a Legendás állatok és megfigyelésük franchise. Knock you out and then you won't have to panic. Okay, you just gotta knock you just let me know. Yeah. No? Yes? What? Millerről 2020-ban jelent meg egy felvétel, melyen látható, hogy egy rajongót bántalmaz. Ezután sorra láttak napvilágot olyan beszámolók, melyek Ezra Miller borzasztó viselkedéséről árulkodtak. A színész testi sértéssel vádolták meg, és több nő is azt állította, hogy bántalmazta őket. Később letartóztatták, mert állítólag eldobott egy széket, amely homlokon talált egy 26 éves nőt. Miller 2023 elején egy betöréses lopás ügyében vallotta magát ártatlannak. Itt a vád szerint betört egy házba, hogy alkoholt lopjon. Végül egy $500 büntetéssel és egy évnyi próbaidővel megúszta a dolgot. Hey, you just touched my penis! Millie Bobby Brown. A színésznő napjaink egyik legnagyobb csillaga, a Stranger Things sztárját azonban hiába imádják milliók világszerte, sokan állítják, hogy valójában egyáltalán nem jó fej. Brown kapcsán többször is felmerült, hogy imád a középpontban lenni, ezért az interjúk során rendszeresen félbeszakítja kollégáit. Ennek általában a sztárok nem szoktak nagy feneket keríteni a kamerák előtt, de azért előfordult már, hogy egy interjú során rá kellett szólni Brownra, hogy hagyja érvényesülni a folyton megszakított Sadie Sink-et. Because I mean, it was fun, but like, because Sadie got to see how like crazy I am. Sadie, do you want to talk? Yeah. Máskor is láthattuk már, hogy milyen, amikor a fiatal színésznő törtető üzemmódba kapcsol. A Nickelodeon díjátadóján finoman félrelökte a kollégáját, hogy mikrofonhoz jusson, aminek az lett az eredménye, hogy társa majdnem elvágódott a színpadon. Mike Myers. Az Austin Powers alakító és Shrek hangját is adó Mike Myersről a való életben is elmondható, hogy igencsak magának való figura. Erről a korábbi kollégák és stábtagok beszámolói árulkodnak, akik szerint Myers-szel dolgozni igazi rémálom. I make the decisions here, okay? I demand a little respect. A beszámolók szerint a sztár irányításmániás, együttműködésre képtelen, undok és szeszélyes. Egyes sajtóhírek szerint pont ez a kiállhatatlan magatartás lehet az oka annak, hogy sok stúdió fekete listára tette Myers-t. A komikussal kapcsolatban terjednek még olyan sztorik is, hogy rengeteg felháborító követelést támaszt az asszisztenseivel szemben.
Egy kollégája arra panaszkodott, hogy Myers világi bunkó volt a komplett forgatás során, az egész lakókocsiját sátorponyvával takartatta le, mert nem akarta, hogy bárki is meglássa őt. De ennél is gázosabb az a történet, mely szerint volt egy embere, kizárólag arra, hogy csokoládéval etesse őt. Wanna buy? Emberünk egy dobozka csokival sétált, és amikor Myers megkívánta az édességet, az asszisztensnek oda kellett hozzá szaladnia, és meg kellett etetnie, mint egy elkényeztetett gyereket. Chocolate! Christian Bale. Batman egykori megformálója nem a legkönnyebb ember, és már számos beszámoló jelent meg róla a médiában, amik alapján elviselhetetlen a vele való közös munka. And we both realized we had the same very sick sense of humor, and we were like, oh yeah, all right, this will work between us. Eddigi legnagyobb botránya a Terminátor megváltás forgatásán történt, ahol a színész szabályosan dükitörést kapott, és a sárga földig alázta a film fővilágosítóját. Now don't just be sorry, think for one f***ing second. The f*** are you doing? A stábtag azt a hibát követte el, hogy besétált bérlátóterébe, ezzel megzavarva őt az átszellemült színészi játékban. Bérről egyébként volt publicistája és asszisztense könyvet is megjelentetett, melynek címében a színész természete miatt a legsötétebb Batmannek nevezi. Mindezt példákkal is alátámasztja. Az egyik, hogy egy alkalommal Bale postaládájába érkezett egy rajongói levél, amire egészen hihetetlen módon reagált. Idézzük a színész kijelentését. A levelet küldő szemét ki kellene iktatni. A szemgolyón keresztül az agyba szúrt csavarhúzó megakadályozza a sikítást. Majd szólj, hogy megy, mondta ezt az asszisztensének, aki érthető módon 5 évig járt terápiára a Bale-lel töltött időszak után. I have never tried to make any excuses for it. It was unacceptable. Ellen DeGeneres. Ismét egy műsorvezető, aki a képernyőn mindig földhöz ragadt, önironikus és vagány karakter, de a színfalak mögött egy stábot terrorizáló gonosz mostoha. 20 years ago, when we were trying to sell the show, no one thought that this would work. A The Ellen DeGeneres Show egy korábbi írója arról számolt be, hogy bár a híresség milliókat képes megnevettetni a képernyőn keresztül, a próbák alatt előfordult, hogy egész egyszerűen kigúnyolta az írókat, amiért az általuk írt szövegek nem voltak elég viccesek. Ellennek az is szokása volt, hogy minden nap megfélemlített egy-egy alkalmazottat. Olyan híreket is olvasni vele kapcsolatban, hogy nagyon érzékeny a személyes higiéniára. Ellennek állítólag olyannyira érzékeny az orra, hogy az embereket rágógumirágásra kötelezi, mielőtt azok belépnek az irodájába, hogy véletlenül se kelljen megéreznie a szájszagukat. Az a hír is elterjedt, hogy ha úgy gondolja, nincs jó illatod, akkor egész egyszerűen hazaküld zuhanyozni. And I hope that what I've been able to do in the last 19 years has made you happy. Hasonló szituációkra panaszkodott egy pincérnő is, aki kopott körömlakkal szolgálta ki Ellent és feleségét egy villás reggeli alkalmával. A nő elmondása szerint előtte lévő este sokáig dolgozott, másnap reggel pedig már ismét munkába állt, így nem volt ideje korrigálni a sérült festést. Persze ez vajmi keveset érdekelte a műsorvezetőt, aki levelet írt az üzletvezetőnek, és megpróbálta kirugatni a felszolgálót.